megjelent bizottsági tag a levelet, képviselőket igazgató úrnak ad. És győződött, hogy ki van még itt, lehet jól igazgató. Hát egyéb pénzedék nincsenek itt, nem tudok mit csinálni vele, 5 percet túl vagyunk már így is. Vagyunk mi is, helyben. Lakosság. Abszolút közérdekű adat, a 9 áprilisen tárgyalják a HESZ, Reales, tehát a KFT feleségét, a Dujmo KFT vízüközműfejlesztési hozzájárulás fizetési ügyét, a szennyvízmennyiség meghatározásának módját az ASZKOVASZ KFT-nél. Szerintem ez érdekli a lakosságot, és mindenkit indokolatlanak tartom, hogy az áprilisen tárgyaljanak ilyen jellegű adatokat. Köszönöm. Nagyon helyes. Köszönöm. Mindezek a felfedezés és utána azt az állapot, hogy megállapítás és az, hogy a önkormányzat és a KFT üzleti érdekeit érjük alapirend. Ezért az SZMSZ és az ÖTV értelmében ezért került az átülés tárgyalására. Egyébként a nyilvánosságot ebben az esetben is biztosítjuk az ÖTV alapján, hiszen a határozatok, amiket már hozunk, azok nyilvánosak is bárki számára elérhetők. Ez a volt határozat, hogy a kérdésünket és egyébként érünk a cégeknek és a benne szereplő egyéb személyeknek az adat egy szerződését tartom, az ezért zártnak el az elmény. Köszönöm szépen! A lakossági közműfejlesztésre. Igen. Én a közelmúltban foglalkoztam az ilyen jellegű adatok közétételével, és bármilyen szerződés, ami az önkormányzat és a önkormányzat tulajdonú KFT és valamelyik ügyfél között létrejön, az mind nyilvánosként kezelendő. Tekintető nem megszavaztatom a javaslatát. De hadd indokoljam. De ne indokoljam, mert rá, szavazni fogunk róla, és akkor... Nára ugye a szót kaptam, akkor engedje meg, hogy végül... Magyarázzon, nyugodtan, tessék. Igen. Tehát én azt mondom továbbra is, mert azok az adatok a vállalkozóknak az adata is nem tartalmaznak olyan személyjelleg adatot, mint anyaneve, születésével, akcétek. Nyugodtan ezt lehet közérdekű adatként. Semmi olyan, én is végigolvasom az egészet, semmi olyan nincs, ami a mindokonnál az árvizés nem tartalmaz. Péter? Igen, ebben lehet valami ezügyben. Azonban az adatvédelmi törvény az adatok közzétételének nagyon szabályozza. Az, hogy ezeket a szerződéseket a KFT kikkel kötötte meg és hogyan teszi közzé, ezeket a törvény alapján ő maga dönti el. Nekünk az ülésre vonatkozó szabályokból kell túlulnunk, és az indokolja azt, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, hiszen az önkormányzat gazdasági érdekeit mindegyik napirendre érvényesül. Tessék, képviselő. Igen, az önkormányzat gazdasági érdekét érinti, de az alapján nem lehet a zárt ülést tartani a törvény szerint. És te hivatkozásokra arra a bajnáról való
rendelkezésnél ugye akkor az üzleti érdeket sért. Az, hogy a peresünk van folyamatban ezekkel a KFT-kkel, ott nem látom, hogy érintene üzleti érdeket, hiszen nem szerződést kötünk, hanem egy peresügyet, egy vitásügyet próbálunk lezárni. Én sem fogadom el, és nem látom az átülésre vonatkozó törvényi jogszerű szabályt. Tehát az átülésnek az elvitelésének a törvényi feltételei véleményem szerint nem állnak fel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő javaslat az, hogy az átülés anyag a teljes egészében legyen nyilvános, ugye? Igen. Erről kérem, hogy szavazzon, tessék. Bocsánat, igaza van Péternek, hogy a koncepció kivételében a költségvetési koncepciót mindenféleképpen az átülés keretei között kell tárgyalni, és arról nem is szavazhatunk. Tehát a képviselő javaslata az, hogy az átülés helyett az 1-2-3 pontban megjelölt témák legyenek nyitülésben. Tessék, szavazzunk. Köszönöm, előtt a kérdés, javaslat elutasítva, akkor átérünk a... Igen, bocsánat, köszönöm szépen a segítséget, és akkor így módon szavazzuk meg a napi rendi pontokat, tessék. Köszönöm, ez is egyhangú, akkor átérünk a nyilvános és napi rendi tárgyalására. Közben megérkezett Egri Péter úr, az önkormányzat szakértője. Köszönöm a tisztelettel az első napi rendi pont, a fővárosi vízművek osztalék kifizetésével kapcsolatos nyilatkozat. Ezzel kapcsolatosan kívántok-e valamit szóban kiegészíteni? Tamás? Nem. Bizottság? Képviselő? Amennyiben nem, akkor kérem, hogy szavazunk akarod a javaslatról. Köszönöm egyhangú. Következő napi rendi pontunk a vízmű üzleti tervének módosítása. Ezzel kapcsolatosan egyszínű kiosztásként rendelkezésünkre áll a Péter által készített szakvélemény. Melyik Péter? Milyen Péter? Szent Péter. Becz Péter? Nagyon kérem, Szabó, ne szóljon bele, jó? Nagyon szépen kérem. Tessék odafigyelni, elmondtam, Egri Péterre szól a történet. Tessék, képviselőasszony! Kérem, hogy tartsunk egy órás szünetet, hogy az előterjesztés és a most meleget kézbe adott az Egri Péter nevű szakértő nyilatkozatát összelesen beszélhessen elemezni, analizálni. Jó, itt Péterrel konzultálva 5 percet tudunk megedélni, de én előtte megkérdem Egri Péter urat, hogy ennek a forró anyagnak, ami a képviselőasszony kezébe kerül, ennek a forró anyagnak a tartalmáról tájékoztasson bennünket, és hát a képviselőasszony megnyitja ezzel kapcsolatosan, és ebből merít annyi ismeretet, hogy nem kérdez egy órát szünetet. Kérlek Péter, hogy erre valahova ide a... Ide? Nem, foglalj helyet. Hozzáfűztem ehhez a szolgáltató által benyújtott üzletített módosításhoz az a következő. Volt egy korábbi egyeztetés polgármester úr jelenlétében a szolgáltatóval és az önkormányzat hivatalában, és itt szóba került az, hogy 2013. január 1-től jogszabályi kötelezettség folytán a közművagyon az ő terhelő minden teherrel és az ő hozzáfűződő minden joggal együtt, ami most a szolgáltató tulajdonában van, az átkerül a város tulajdonában. Ennek az egyeztetésnek a kapcsán az is világossá vált, ami egyébként ismert volt a képviselőtestület előtt is, meg a hivatal előtt is, hogy vannak olyan közmű elemek, amelyek adóssággal terheltek, nevezetesen ez a buckahálózat.
Ennek az adósságnak a terhe is átszáll az önkormányzatra. Ezen az egyeztetésen arról beszéltünk, hogy a 2009-10-11-12. Évekre az önkormányzatot megillető a szolgáltató által a közművek használatáért fizetendő bérleti díj, amely nagyságrendben 100-110 millió forint, az elsősorban ennek az önkormányzatra átszálló hitel törlesztési kötelezettségnek a teljesítésére szolgáljon. Ez az egyik oka, amit ez az oka annak, hogy én azt a megjegyzést fűztem a mostani tervhez, hogy bocsánat, ez az egyik, a másik pedig az, hogy 2013. január 1-től az összes közmű az önkormányzat tulajdonába került, és az önkormányzat egy új szolgáltatónak, a Cervédei Ökovíz RT-nek, vagy Ökovíz RT-nek a szolgáltatását fogja oly módon igénybe venni, ezeket a vagyonelemeket vagyonkezelési keretében a szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A vagyonkezelési szerződés azt jelenti, hogy a vagyonkezelő kötelezettségébe kerül a vagyonkezelésbe átadott vagyonelemek pótlása, felújítása. Mindezt a kettőt figyelembe véve én azt gondolom, hogy most az önkormányzat szempontjából kizárólag azokat a felújításokat és pótlásokat lenne célszerű elvégezni, amelyek az üzembiztonság szempontjából nagyon fontosak, tehát amelyek nélkül nem biztosítható az üzembiztonságos működtetése. A többi felújítási pótlási kötelezettséget úgy gondolom, hogy az önkormányzat a vagyonkezelési szerződés megkötésével ráruházza a 2013. január 1-től a szolgáltatás tovább végző szolgáltatóra. Az üzleti tervben ketté van bontva a betervezett felújítás és pótlás, részben közművagyon pótlásáról, felújításáról van szó, mintegy 58 millió forint értékben, amit elmondtam az előbb, az erre vonatkozik. Tehát én azt mondom, hogy ezt az 58 millió forint értékű beruházást meg kell vizsgálni, hogy ezek valóban feltétlenül szükségesek most az üzembiztonság miatt, vagy egyéb törvényi kötelezettség miatt. Itt utalok arra, hogy van egy 24 millió forintos tétel, amelyik a vízórák felújítására vonatkozik, és ez jogszabályi kötelezettség, tehát ezt nem lehet elhalasztani. A másik pedig, hogy ebben az üzleti tervben van egy 27 millió forint, mintegy 27,9 millió forint értékű működtető vagyon felújítás betervezve. A jelenlegi szolgáltatónak még mintegy szűk két hónap szolgáltatási ideje van december 31-ig. Az önkormányzatnál én nem láttam olyan megállapodást, hogy az önkormányzat működtető vagyon köteles átadni az új szolgáltatónak, ha tévedelemben javítsatok ki. A vagyonkezelési szerződésben én ilyet nem láttam, más dokumentumot sem láttam. Azért mondom, ha tévedek, akkor javítsatok ki. De abból kiindulva, hogy nincs ilyen kötelezettsége az önkormányzatnak, én azt gondolom, hogy erre a két és fél, vagy erre a szűk két hónapos üzemeltetési időszakra nem biztos, hogy ezeket a jelenlegi szolgáltató birtokában lévő működtető eszközöket most a nem önkormányzati forrásból direkt, hanem a szolgáltató forrásából, ugyan a saját forrásából, de fel kéne újítani. Ugyanis a szolgáltatónál meglévő forrás, az tulajdonképpen egy társasági vagyon, ami ott van nála, és ezzel a vagyonnal az önkormányzat, mint tulajdonos, rendelkezhet másképpen is. Ad abszurdum, mikor a január 1-től más szolgáltató lesz, akkor ugye nem tudjuk, hogy ennek a szolgáltatónak még mi lesz a további sorsa. Ha ez tovább működik, akkor ez a pénzeszköz akár a tovább működtetésre rendelkezésre áll. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy
ezt a szolgáltatót valamilyen cégjogi aktussal megszünteti, akkor ezt a forrást a szolgáltatótól az önkormányzat majd visszakapja. Tehát én ezt a két alapvető megjegyzést visszem az üzleti tervhez, a másik pedig az, hogy nem kétlem, hogy bizonyos felújításokat, pótlásokat el kell végezni, tehát én nem azt mondom, hogy semmit nem kell csinálni, csak azt mondom, hogy a 27,9 milliót megkérdőjelezem teljes egészében, a másik az 58,1-et pedig azt javaslom, hogy nézzük meg, hogy mi az, ami törvényi kötelezettség, illetve működésre szerint szükséges. Tehát valószínű, hogy lesz felújítási igény. Erre a forrás viszont az ügyvezető úr a tervben úgy javasolja, hogy pénzeszköz átadással adja át az önkormányzat, és akkor ott az a vagyok, majd ott aktiválódik, aztán majd átkerül ide. Én meg azt mondom, hogy ebben a pozícióban az önkormányzat, az önkormányzat egy megrendelő, tehát egész nyugodtan szerződéses kapcsolatban léphet az önkormányzat a szolgáltatóval, a szolgáltatótól megrendelje felújítást, a szolgáltató elvégzi a felújítást, érték az önkormányzatnál aktiválódik, az önkormányzat pedig ugye áfa alany ebben a tekintetben, az önkormányzatnál a számlában lévő áfa tartalom visszaigényelhető, levonható áfaként jelentkezik, tehát az önkormányzatnak kiveszteség ebből nem fog keletkezni. Alapvetően ez. Képviselő azt, hogy megengedett, most Tamást kérem meg, hogy jöjjön közelebb, és akkor itt az elmondottat a reagálnak köszönném. Szigeti Vízüzem Kft. Megfizette a 2009-es, a 2010-es, a 2015-es, a 2012-es bérleti díj megfizetésére is képes. Most ezeket a bérleti díjakat megfizette a társaság, akkor az azt jelenti, hogy 2009-ben, 10-ben, 11-ben és 12-ben nem kerültek elvégzésre ilyen jellegű feladatok. Tehát vannak aktuálisan hodászatlan feladatok, amelyeket meg kell tenni, ezeket foglaltuk itt össze. A vízmérőcsere törvényi kötelezettség. Az, hogy tudjuk a lakótelepen vízmérőket cserélni a társasházaknál, ahhoz szakaszolási lehetőséget kell biztosítani. A hálózaton nem voltak ilyen jellegű rekonstrukciós feladatok, egy időben 8 csomópontban kívánjuk hozzáfogni. Ez persze a lakosság körében nem ez túl népszerű feladat, hiszen ez elég jelentős vízhiányra fog járni, de annak érdekében ne 8 alkalommal tegyük meg ezt, egy alkalommal szeretnénk 8 csomópontban átalakítást végezni. Az itt felsorolt feladatok ezeket tartalmazzák, ezek elodászatlan feladatok. A bérleti díj 2011. évi megemelése, amely arra szolgált, hogy a korábban 30%-os szinten beépülő víziközmű amortizáció 50%-ba kerüljön felemelésre, illetve a 2012. évre a képviselőtestület által megszavazott bérleti díj esetében már 80% amortizáció épülhetett volna be az alapdíj bevezetésén keresztül. Ez az ismert okok miatt a víziközmű törvény megjelenése miatt nem kerületett érvényesítésre, mind ezeket a célokat szolgálta. Hogy a rekonstrukció az magasabb szinten, nagyobb összegben valósulhasson meg. Másik, ennek az üzleti rendnek a második oldala, ez a működtető vagyonra vonatkozó beruházás. Bárki lesz a szolgáltató Szigetszentmiklós város területén, működtető eszközökre és személyállományra szüksége van. Ez a vagyon, mivel 100%-os önkormányzat tulajdonú gazdasági társaságról van szó, kvázi az önkormányzat tulajdona. Szabadon rendelkezhet vele. Nyilván megfelelő áfa, tehát az átadásra vonatkozó szabályok szerint. De ezt a társaságba aportálhatja, ezt a vagyont, és azért az sem várható el, hogy egy megkötött szerződés után egy másik szolgáltató minden működtető elemet hozzon magával. Nem olyan tőkeerős gazdasági társaságról van szó, amely erre képes, és ugye nem képes pláne 35 új településen ennek a ilyen működtető vagyok kialakítására.
Tehát azt gondolom, hogy az önkormányzat felelősen akkor jár el, mikor már ezt a vagyont akvartálja. Ami itt fel van a sorolva eszközök, ez egy 10 évet meghaladó élettartamú járműveknek a cseréje. Én azt gondolom, hogy ez igazán időszerű. Ahhoz, hogy megfelelő színvonalú szolgáltatást lehessen nyújtani a későbbiekben is. Ettől terülik össze javarészben. Működtető technikai eszközök beszerzés alatt pedig olyan eszközöket kívánom beszerezni, amely a szolgáltatás színvonalát lehet emelni. Korrektebb és nyomon követhető elszámolást lehet kialakítani a fogyasztókkal annak érdekében, hogy minél kevesebb fogyasztói panaszunk keletkezzen, amelyben sajnos nem büszkélkedhetünk, ezt a célra kell venni. Köszönöm. Egy képviselőasszony. Mennyire van lefixálva az ökövézbe az értéhez való csatlakozásunk? A szindikátusi szerződés alá van-e már írva? Tudomásom szerint a szindikátusi szerződés nem került aláírásra. Szigetszent Miklós Város önkormányzat a tulajdonos a Szigetével a Ökovíz Kft-ben. A tulajdoni ágyban rendelkezik meg. De ez a működtetés nem befolyásolja, a megkötésre került a vagyonkezelési szerződés, vagyonkezelő feladata. Az valóban az lesz, hogy a vízikörülő amortizációt ezt 100%-ban elvégezze, úgyhogy vagyonvesztésre ne kerüljön sor. És ugye azért látni kell, hogy a szolgáltatási díjakban az a vízikörülő amortizáció azért mind 100%-on beépítve. Ugye pontosan ez lett volna a célja az idei díjemelésnek is, tehát ez még külön problémákat fog felvetni. Köszönöm. Egy gondolatot szeretném a Péter mondani, hogy azt mondták, hogy ezeknek a beruházásoknak az újbóli átvizsgálása az odáig rendben van, csak ezek a feladatok, amelyekről a Tamás itt beszéltek, ezek olyan jellegűek, hogy mindenféleképpen el kell ezt végezni. Nem tudom, hogy amikor majd elsőjétől az ökovíz üzemeltet, milyen igazi befolyásunk lesz arra, hogy ezen a területen belül ezeket a feladatokat is úgy végezzék el, vagy úgy végezzék el az jelenlegi üzemeltető elképzelhető. Tehát ezzel kapcsolatosan van valamilyen elképzelés, hogy mit tudunk ott érni. Tehát milyen érdeket tudunk érni, hogy esetleg ezt akartam végül is figyelni, mert ha ezt természetes és biztosok vagyunk 100%-ig, azt mondom, hogy igazán a Péternek, ha viszont nem, akkor azt mondom, hogy elméleti sikor igen, de gyakorlatban nem. Jó gondolom, Tamás? Én azt gondolom, hogy négy évi elmaradást, tehát bérleti díjak, hogy megfizetésre kerültek, de nem képelezésre nem történt a tárhozóton, nem történt a rekonstrukció. Így belépni egy másik szolgáltató társaságra ezeket a feladatokat átruházni, én nem gondolom, hogy túlságosan etikus. A másik rész, tehát a víziközműtörvény igen szigorúan szabályozza azt, hogy a szolgáltató és a tulajdonos kapcsolata milyen legyen. Előírja a gördülő fejlesztési terv készítését 15 éves idősíkra, 15 éves idősíkon belül kell egészen egy éves fejlesztési tervekkel lebontani, amelynek az engedélyezése és a tervek jóváhagyása, végrehajtása a következőképpen kell, hogy történjen. A szolgáltató bemutatja ezeket a terveket, kéri az ellátásért felelős jóváhagyását. Az ellátásért felelős jóváhagyásával együtt fogja beadni a Magyar Energia Hivatalhoz jóváhagyásra, aki jóváhagyja és ellenőrzi a végrehajtását. Tehát ezek a szabályok igen szigorúak és kötöttek. Mi adtunk le egy listát, hogy Szigetszent Miklós város területén, ez a 2012-es üzleti terv mellékete volt, mennyi beruházási igény jelentkezik, hát ez közelített az 1 milliárd forint értéke, rekonstrukciós igény jelentkezik, ez közelített az 1 milliárd forint értéke, 866 millió forintot soroltunk fel benne feladatként. Én azt gondolom, hogy ami megvalósítható, most azt meg is kell tennie még ennek a szolgáltatónak. Én annyiban nem értek veled egyet, hogy én szerintem itt ebben az adós helyzetben nem az első rendű szempont ebben az esetben, de ettől függetlenül, hogyha nem is vagyunk etikusok és átvisszük így ezeket a problémákat az ökovízbe, van-e akkora érdekérvényesítő lehetőségünk, hogy utána olyan módon meg tudjuk valósítani, ahogy ezt most elterveztétek? Ez lett volna a kérdésem, mert ez a lényeg. A többi az már nem létezik. Tudunk spórolni az önkormányzatnak, mert a Péter javaslata az önkormányzatnak spórol. Na,
Igaz, hogy nem etikus, mert viszont te azt mondod, hogy akkor viszont az új belépéssel mással akarjuk helyekre megfizetni azokat a rekonstrukciókat, amelyekre szükség van. Talán ezt összefoglalva helyesen gondolom. És akkor itt ez a lényeg, hogy amikor január 1-én után tudunk-e olyan érdeket érvényesíteni adatnak, hogy itt ezeket el kell végezni, amiről most egy beszélsz. Ha nem, akkor én úgy gondolom, hogy tárgyal az összes vizsgálatot, meg kell csinálni. Én azt gondolom, hogy igen, lehet rendelkezik az önkormányzat ilyen érdekérvényesítési lehetőséggel, honnan lesz hozzá forrás. Mert ugye most kivon akkor az önkormányzat 4 évi forrást, és a szolgáltatónak majd 2013 végére képződik forrása 1 évi bérleti díj mértékben. Tehát most ezzel azt mondod, bocsássak, hogy rendben van, azt mondja majd az Ökovíz Kft., hogy oké, Sziget-Szentmiklós, most megcsináljuk ezt neked, de majd akkor lesz pénzünk. Igen, itt vagy valaki ad hozzá fedezetet. Itt mondjuk az önkormányzat. Oké. Jó, Péter, ezzel kapcsolatosan most, hogy vitában vagyunk. Vitában vagyunk. Hát vitában beszélget, igen, vitában vagyunk. Én azt mondtam az előbb is, hogy az, ami törvényi kötelezettségből ered, és ami a feltétlen működési szükségesség, azt nem vonom kétségbe, ehhez tartoznak ugye a vízmérő cserék, az ugye egy jogszabályi előírás, hogyha a vízmérő cserékhez most kell szakaszoló szerelvényeket beépíteni, akkor most kell, tehát ezt nem vonom kétségbe. Én nem tudok a Tamással abból a szempontból vitatkozni, hogy az 50 millió vagy 58 millióból vagy ennyiből most mindegyik szükséges vagy nem, mert ugye a Tamás ismeri a tényleges műszaki állapotát ezeknek a műveknek. Én valóban csak azt tudom, hogy az önkormányzat átvesz adósságterhet az eszközökkel együtt, ennek az adósságternek a fedezete viszont jelenleg nincsen benne a Sziget-Szentmiklósi költségvetésben, és ugye én nekem az a szempontom, hogy Sziget-Szentmiklós város terheit, amennyire lehet, ne hagyjam növekedni ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy ezt a Tamás tudja eldönteni, hogy az 58 millióból mi az, ami feltétlen szükséges, mi az, ami elhalasztható esetleg, és valóban átterhelhető az új szolgáltatóra, aztán egy vagy két év múlva megcsinálja. A másik, a működtető vagyonnál ott, hogy mondjam, ott valóban föl lehet vetni azt a kérdést, hogy etikus-e vagy sem. Szerződéses kötelezettséget én nem láttam arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy működtető eszközöket átad az új szolgáltatónak. A működtető eszközök biztosítása a szolgáltató feladata. Természetesen abban Tamásnak igaza van, ha én nézzük, hogy a szolgáltató most átvesz 58-hány településnek a szolgáltatását, és kérdés, hogy elég tőkeerős-e a szolgáltató ahhoz, hogy ehhez a működtető eszközöket biztosítsa. Hogy mondjam, ezt a kérdést ugye, bocsánat, hogy ezt mondom, akkor kellett volna nézni, amikor a szolgáltatóval a megállapodást megkötöttük. A szolgáltatóval kötöttünk, vagy kötött a városi vagyonkezelési megállapodást, kötött a város, belépett a társaságba, más egyéb szerződést én nem láttam. A szindikátusi szerződésnek a tervezetét azt olvastam, de abban sem emlékszem, hogy működtető eszközökről lett volna szó, de ha hülyeséget mondok, akkor szóljatok. Tehát egyszerűen a városra nem hárult ilyen kötelezettség. Lehet ezt etikai alapon nézni, hogy akkor mi segítsük ki a szolgáltatót, mert amúgy is majd ide fog jönni és segítséget fog kérni. Nincs ilyen kötelezettség, én ebből tudok ki. Most is rendelkezik működtető eszközökkel, és januártól is fogja biztosítani a szolgáltatást minden körülmények között. Valamilyen formában. Itt a forma csak a kérdés, hogy bérleti díjas konstrukcióban bocsátja ezeket az eszközöket rendelkezésre a szolgáltató számára, vagy tulajdonrészt tud vele szerezni a város ebben a gazdasági társadalomban, és a gazdasági érdekét.
ez az eldöntendő kérdés. Ezekre az eszközökre a működtetéshez szüksége van a szolgáltatónak. A jelenlegi szolgáltatónak is szüksége lenne, hogy lecserélje a 10 éves járműveit, és a következő szolgáltató esetében is szükség van arra, hogy ne 10 évet meghaladó élettartamú, és olyan műszaki állapotú járműveket használjon a szolgáltatás ellátásához. Tehát ezek nem felesleges kiadások. Ha a képviselőtestület a későbbiekben úgy dönt, hogy nem kívánja argumentálni ezt a vajon, akkor is rendelkezésre áll a társaság Szigeti Vízműveket tulajdonát képezi, ameddig ez a társaság létezik, és a szolgáltatás ellátásához rendelkezésre tudja bocsátani az új szolgáltatónak. Itt nem az a kérdés, az a kérdés, ugyanaz, mint az előző esetben, az ellátás a szolgáltatás biztonságának fenntartása érdekében szükséges-e. Itt ezeket a műszaki beavatkozásokat szükséges megtenni. Itt ugyanez a kérdés, szükséges ezeket az eszközöket beszerezni. Azt mondom, hogy igen, szükséges ahhoz, hogy megfelelő ellátási színvonalat lehessen biztosítani a településen. Mondod, parancsolj. Igen, tehát én is látom, hogy valóban ezeket a fejlesztésre van szükség, hiszen az elmúlt években ezek a fejlesztések elmaradtak, és ebből adódik az, hogy nem tudjuk megfelelően ellátni ezeket a feladatokat. Ugyanakkor meg olvasom itt, hogy adósságot is összehalmozott a közmű. Tehát ezt nem értem, hogy elmaradtak a fejlesztések, ugyanakkor beszélünk egy tetemes adósságról, sajnos nem tudom ezt az összeget, úgyhogy kérdezem is, hogy mekkora ez az adósságállomány, amit majd az önkormányzat most át fog venni, és hogy fordulhatott elő az, hogy egy gazdaságosan vezetett vízműveknél ilyen adósságot halmozzon föl, miközben elmulasztotta a fejlesztéseket. Ez lenne az egyik kérdésem. A másik meg az, hogy itt említettük, hogy itt be fog jönni ember elsőjétől ez a cegvédi ökovízmű. Igen, ökovíz. És itt valóban az önkormányzatnak nem az lenne azért érdeke, hogy véleti díjakért kiadja ezt a feladatot, hanem azon az érdeke, hogy tulajdonosi jogkör gyakoroljon, mint ahogy ön is mondta, és ebben lennénk is érdekeltek, hogy ez a vagyon megmaradja az önkormányzat kezében, és valamilyen tulajdonosi részt kapjunk, hiszen most azt látjuk, hogy csak az adósságot, gyakorlatilag az adósságot kapjuk meg, és más élvezi ennek a hasznait, és megtelti azt, hogy megint elmulasztják ezeket a fejlesztéseket. Köszönöm. A most kérdés, hogy hatóság alatt mit értünk, a fogyasztói kétlévőségeket, vagy a vízi közmű fejlesztést, a kockán tartozó hitelt. Beszélek a kettőről, egyikről röviden a fogyasztói kétlévőség. Mekkora? Pontos számot nem tudok mondani, 200 millió forint körüli összeg. Sajnos elég jelentős elmaradás van benne, azt jelent, nem kívánom másra rájönni a felelősséget. Amikor átadtam az ügycég ügyvezetését, akkor hozzáfogtunk egyrészt a gazdálkodó szervezetek irányába a követelési érvényesítéséhez, másrészt pedig a lakossági oldalról. Egyiket könnyű volt kezelni, mert számosságát tekintve nem volt számos, a másik oldalat viszont számosságát tekintve jelentős volt. Most tartunk a közel 8% megkötött részletkötési megállapodásnál, amelyek esetében közel 40%-át ismételten fel kellett szólítanunk, hogy a megkötött részletkötési megállapodásokat teljesítsék az aktuálisan. Tehát kezeljük a problémát. A probléma kezelésével a gond az, hogy túlságosan későn került a probléma kezelésre. Olyan szinten, hogy az folyamatosan nyomon követhető legyen és kézben tartható. A másik esetben a kocka hitelhez kapcsolódóan a fejlesztés kötelezettsége nem a szolgáltató feladata. A szolgáltatónak egy feladata, szolgáltasson. Minden egyéb fejlesztési kötelezettség a tulajdonosi, tehát ez a hitel nincs jó helyen. Eddig biztosította a gazdasági társaság a bevételeiből az, hogy ez finanszírozásra kerüljön, egyébként pedig az önkormányzat számára valóban a bérleti díjlet az egyik forrás, az, amelyből biztosíthatja ennek a hitelnek a visszatérítését, a másik forrása pedig a szolgáltató által tulajdonos érdekében és képviseletében beszedett vízi közmű fejlesztési hozzájárulás, amely minden évben megvolt és meg lesz a következő évben is. Ezt a hitelt, egyébként a Buzka hitelt 2016-ig kell visszafizetni,
16-ig ez egy igen kedvezményes kamatozású hitel, tehát 16-ig bizonyosan lesz egyébként annyi forrás, valószínűsíthető, inkább azt mondom, lesz annyi forrás a szolgáltatónál, amely fedezetet tud biztosítani a folyamatos hitel visszafizetésére. A másik probléma, tárgyaltunk a bankkal, az önkormányzat nem vállalhatja át ezt a hitelt a bank tájékoztatása szerint, tehát ez egyelőre a gazdasági társaságban kell, hogy maradjon. Akkor léphet be a készfizető kezesség, hogyha ezzel a társaság mondjuk csődbe menne, amely jelenleg nem áll fenn, akkor kerülne elő a tulajdonos készfizető kezessége. Tehát nem lehet egyszerűen átvállalni. Oké, külön probléma. De az önkormányzat számára, pontosabban a hitel finanszírozásához van forrás, mert lesz a jövendőben is, az ökovíz lesz a szolgáltató, akkor is lesz a városban, aki bekötést fog igényelni, mind lakossági körben a vonatkozó jogszabály alapján fizetni kell, mind gazdálkodói körben szintén a vonatkozó jogszabály alapján fizetni kell, ezek a bevételek szolgálhatnak ennek a hitelnek a visszafizetésére. Köszönöm. További kérdés, vélemény, javaslat, Parancsol Péter? Csak azt szeretném mondani, hogy amit Tamás elmondott erről a buszkahitel, tehát a társaságnál lévő hitelállományról, az valóban, magyarul nem szorult Tamás arra, hogy én ezt megerősítsem, de megerősítem, hogy Tamásnak ebben teljesen igaza van. Köszönöm szépen. Parancsol Péter? Nem csak annyi hozzáfűzném, hogy az elmúlt években is ebből a hitelből, a társaság, amit finanszírozott, az az eddig befolyt körülfejlesztési hozzájárulásokból tudta fizetni eddig is a hitel. Az egy külön. Azért mondom, hogy ez, hogy számviterileg ilyennek, én úgy láttam az anyagokat, hogy elnéztem az elmúlt időszak, az elmúlt évek anyagait, most kérdöttem az idén a társasághoz, hogy itt amikor a hitel felvételre került, akkor igazából nem lehet egyértelműen kimondva az, hogy ennek a hitelnek a visszafizetésére milyen forrást kell felhasználni. És ezért a társaság a befolyt közműfejlesztési hoz, mert nem tehetett más, mint fizetni kellett, de csak egyszer jutott rá fedezetet. Tehát itt a számvitelek össze kellene ezt is vezetni, hogy amit eddig kifizetett, az az elmúlt évek közműfejlesztési hozzájárulásaiból került kifizetésre, és igen, azt gondolom, hogy 2016-ig is még annyi közműfejlesztési hozzájárulásnak be kellene folyni, bármelyik szolgáltató is lesz a területen, hogy ezt fizetni tudják belőle. Ennek az elszámolását kell pontosítani és rendszeressé tenni ezeknek a pénzeknek a könyvekben való rendezését, mert ez egy kicsit ugye elsikadt az elmúlt évben. És rendezni kell a cégek közötti mozgását is. Tehát a jövőre is meg visszamenőlegesen is. Mert most el fog válni a hitel, leterhelt cég, meg a szolgáltató mindenképpen. Oké, köszönöm szépen. Tulajdonképpen akkor, hogyha nem tudom, ha nem én kérdés, akkor itt az az előttendő felvetett, úgymond javaslat, mint a Péter előtt, hogy igazából csak ennek a vizsgálatát javasolta, de én most, hogyha kell javaslatot tenni, és mint önkormányzati képviselő, azt gondolom, hogy elsőleges szempont, tehát természetesen az a szempont, amit említettél, hogy a város pénzügyeinek gazdaságossága, megőrzés, nem tudom pontosan, hogy fogalmaztál, nagyon fontos szempont, de én úgy gondolom, hogy a szolgáltatás biztonsága is nagyon fontos szempont, és itt talán azt érjen előtérben helyezni, mert abban az esetben, hogyha most azt mondjuk, hogy nem, nekünk kell mindenféleképpen nekünk kell fizetni, hogy milyen módon, így vagy úgy, ez indiferens, én azt javasolnám, hogy fogadjuk el az igazgató úrát. Természetesen jó, hogy ezen beszéltünk, és akkor felvetettük ezt a kérdést, mert így akkor mögöttem ki tudjuk ezt átjönni. Én azt javasolnám, hogy a igazgató úrát beterjesztett javaslatot fogadjuk el, és akkor így lehetne rendezni ezt a felmódosítást. Igen, Péter? Bocsánat. Nagyságrendileg 110 millió forint az, ami a bérleti díjakból a 4 millió vonatkozóan az önkormányzathoz befolyik. Ebből az első megfizetett rész, tehát az a 60 milliós forint volt, ehhez fordít, amit az 58,1 millió forintos beruházási költség. Ezt az a költségek és a 34 évi módosításakor úgy terjesztettük el, és már rávilág bizottságunk is, illetve a mentestületre, hogy azt hiszem pénz maradlanként
lehet kötve, hogy tartalékba tett tényleg nem, valami ilyesmi, nem tudom pontosan, és a kettő közül még meg nem fizetett bérleti díjhányat, az, ami rendelkezésen kell, ilyen szempontból felhasználható, az pedig 50,2 millió forint. A beruházási tervnek van egy része, ahol forrásként az árbevétel van megjelölve, ugye ebben vannak az autók, illetve a technikai eszközök. A beruházási tervnek az maga is részét képezik, tehát ha döntünk róla, már határozati javaslat csak az 50 vagy 58 millió forintra van összpontosítva. De a beruházási tervnek ez maga is része, és ebben az esetben az árbevétel tervére ugyan, de itt is beruházásról rendelkezünk. Illetve az első oldalon látható 58 millió forintos beruházási tervet, akkor ebben a tekintetben csökkentenünk el, hiszen szabadon 50 millió forinttal tudunk rendelkezni, azaz a rész, ami bérleti díjából még nincsen. Mert vagy olyan határozatot hozunk, hogy ennek az összegnek az elejéig kell megvalósítani a terv szerinti beruházásokat, és felhatalmazunk az ügyvezetőt, hogy állítson fel egy fontosság is mondanát, vagy más megoldásként találunk a pénzt, de rendelkezhet, hogy jelenleg az az 50,2 rendben van, de egy is szerepel itt a hármas pontban. Igen, csak tárgyalatban 58, tehát ami a beruházási terv összértéke, az első napon az még 58,1 millió forintra van kiszámolva. Igen. Ami ügyvezetőből már befizetett 60 millió forintos bérleti díjakhoz viszonyítva, hogy abból számolt, de ha jól sejtem. Szóval a számot az igen, Zoya? Tehát a teljes bérleti díj nettó összege, amit ki fogunk az idén az önkormányzatban fizetni, a 110 millió forint. Ebből valóban még 54 millió forintot nem utaltunk át az önkormányzatnak, de át fogjuk utalni teljes mértékben. Tehát a 110 millióban kellene az 58-at visszakapjuk, ahhoz, hogy ezeket a dolgokat meg tudjuk csinálni. Igen. Viszont az 58 millió forintot a költségvetés már kezeli a módosításból, és tartalékként lekötötte. Lehet, hogy nem mondom, hogy tartalékként lehet, hogy pénz maradt rájtott, tehát valamilyen forrás. Az egyik az, hogy a szerződésben benne van a bérleti díjak összegét, hogy a fizikőzmű rekonstrukcióra kell, hogy az önkormányzat fordítsa, nem tudom, hogy a további összeggel is ugye, hogy fognak költeni. A másik meg az, hogy itt a vízbora cserékkel kapcsolatos, és csak azért van, amit állítottunk ide be, mert hogy ennyi fér bele az időbe, de egyébként nagyon nagy az elmaradásunk a fogyasztás mérő cseréjébe és mert egyéb rekonstrukció területén is, tehát itt évek óta azért nem történtek meg azok a dolgok, amiket biztonságos üzemeltet és igen csak kockázatos lesz a jövőben nézve, még így is, ha ezeket megcsináljuk. Okay. Tehát akkor mit kell most tenni, Péter? Bajban. Ezt egész pontosan a Vimanyákkal nem tudom megmondani, de volt azért, mert a 58 millió forintot, az direkt célhoz kötötten őszíti a költségvetés, és ha jól emlékszem, akkor ez nem szolgál. De ugye 58 millió forint belül a kártyát, és azért fizeti ezt a költségvetést. Tehát több is befolyt, csak pénzügyi tranzakciókérés, hogy nem folyik el, befolyt. Dina, akkor meg kellett végig, hogy tartunk egy 55, és akkor egyszer sem olyan Vimán, hogy jöjjön le. Köszönöm. Ebből kerekítve mondom, 60 millió forint az, ami a tanács sikerült első körben, és az a költségvetés harmadik módosításakor már kezdődik is, és én azt mondtam, hogy lehet, ez nem fontos, hogy tartalékként, pénzt maradványként kezeljük. Ezen az összegen felül van még egy 50 millió forintos összeg, amit még várunk a bérleti díjból, ez még hátra van, a kártya ezt el fogja részéről utalni, és én úgy gondolom, hogy ez az 50 millió forint az, amit kvázi most elköltetünk a beruházások és kötelezet után használtuk, hiszen a már befizetett 58 a költségvetés már kezdeni, és írtunk elé egy olyan kiadási tervet, nem tudom, valamit, ami a felhasználását köti. És itt akadtunk el, hogy az 58 millió az akkor rendelkezésünk rá, de most én nem egészben vagy egészben, vagy pedig tényleg kezdve az 50-nel gazdálkodhatunk, ami de vonatkozom a költséget is nem tartalmaz semmit, illetve meg a fizetés is nem történt fel. Hát akkor én elmondanám, hogy az idei évi költségvetésben abszolút nem terveztük be a bérleti díjbevételt, miután 2009 óta a KFT-vel való együttműködés olyan volt, hogy a bérleti díj nem került átutalásra. 2009-ben ugye leszámláztuk, illetve 2010-ben leszámláztuk. Ennek az áfáját ugye nem is kellett fizetnünk, de a bevételt nem rendezte a KFT, nyitott ételként szerepelt folyamatosan a mérlegünkben. Viszont az ide
ki fogják egyenlíteni a 2009, 10, 11 és 12 évig, a 12 évig valószínűleg szeptemberben. A lényeg az, hogy augusztus-szeptember hónapban az összes elmaradt bérleti díj, és ami aktuális, az is rendezésre kerül. A tervezet nem tartalmazta, az eredeti előirányzatunk, a költségvetésünk ezt nem tartalmazta. Azonban tárgyalásokat folytattunk a KFT-vel az átalakulásra vonatkozólag, a fennálló hitelállományról, illetve annak a önkormányzat részére jelentkező tehervállalásáról, abban az esetben, hogyha a KFT 2013-tól már vagyonkezelésbe átadásra került, tehát nem az önkormányzat KFT-ként működik tovább. A kimutatások alapján több változatot készített a KFT, hogy a bérleti díjból a meglévő tőketartozását ki tudná egyenlíteni, várhatóan ki tudná egyenlíteni, és akkor arról beszéltünk, hogy az átutalt bérleti díjat, tehát ami 2009-2010 és a részben 2011, azt nem teljesen egyenlítették ki, tehát ez a kerekítve 60 millió forint, ami nettó módon átutalásra kerül, akkor ezt mi egyelőre tartalékra tesszük, és a tárgyalások menetétől függően vagy visszautaljuk, és a KFT a tőketartozást rendezi belőle, vagy nálunk marad, és akkor mi fogjuk a meglévő hitelállományt előtől leszteni, mert ugye magasabb ez a hitelállomány még, várhatóan december 31-én magasabb lesz az állománya, mint a 60 millió forint. Most elkészült rendelet módosításunk a harmadik negyedévi összeállításánál ezt a 60 millió forintot a céltartalékok között szerepeltetjük, mint az ECBC KFT hitelének a rendezésére elkülönített tartalék. A benyújtott előterjesztés, ami most a bizottság előtt van, ugye azt viszont azt tartalmazta, hogy a KFT felkívánja használni rekonstrukciós felújítás és beszerzési feladatokra a teljes bérleti díjat, tehát ami itt most a 2009 és 2012 évet lefelé, ezt a bizonyos 110 millió forint nettó összeget. És erre született az a javaslat a hivatali vezetés részéről, hogy osszuk meg ezt az összeget oly módon, hogy a KFT-nek is legyen mozgástere, de az önkormányzatra sem háruljon rá a megszűnés követően az összes tőketartozás, hitel tőketartozása, mint teher. Tehát amit eddig átutaltak bérleti díjat, ez a bizonyos 60 millió forint, ez legyen elkülönítve a céltartalékon, ahogy a rendelet módosítás tervezetünk tartalmazza, és amit még nem utaltak át, 50 millió, nem tudom, pár száz forintot, ami a határozati szövegben van, az pedig álljon rendelkezésére a KFT-nek, mint rekonstrukciós felújítási feladatok finanszírozási kerete. Tehát most mi ezt terjesztettük elő, illetve a határozati javaslat ezt tartalmazza. Még így is az önkormányzatnak majd helyt kell állnia a tőketörlesztést illetően, mert ugye nem 60 millió a december 31-i várható tőketartozás, hanem az 94 millió forint, plusz van egy másik hitel is, amiből még szintén van jövő évre áthúzódó rész, de az egyeztetéseknél elhangzott első körben a KFT vezetőjétől, illetve a gazdasági vezetőjétől, hogy azt a hitelt azt rendezni fogják ebbe az évben, nem tudom, hogy azóta mi az álláspontjuk, pillanatilag itt tartunk. Köszönöm szépen. Ja, és akkor még a Péter ugye mondta ezt a pénzmaradványt, tehát ez már egy későbbi gondolat, ugyanis ha év végéig nem előtől lesztünk, és még mindig a tartalékok között szerepel ez a 60 millió forint, akkor úgy menne át a jövő évre a pénzmaradvány részeként, hogy ezt ugyanezt a kötött pénzmaradványt, tehát a hitel előtörlesztésére
elkülönített keret, mindaddig, amíg a hitelt nem tudjuk előtörleszteni. Meg gondolom, hogy azért ennek majd lesz egy jogi procedúrája, lehet, hogy nem, lehet, hogy két napon belül lehet rendezni, de mindenképpen ebben gondolkodunk, hogy vagy decemberig előtörlesztjük, és akkor a 60 millió forinttal csökken a tőke, törlesz vagy a tőke összege, vagy ha nem sikerül, akkor átmenne a jövő évre, de kötött pénzmaradványként is erre a célra. Nem tudom, hogy ez így érthető. Igen, köszönöm szépen. Akkor én annyit olvasnám ki ebből, tehát tulajdonképpen így akkor jól megfelelő a költségvetésnek, ahogy az előtörtük az előtörtük. Mondja Péter. Igen, illetve nagyon pontatlanságban egy gondolom konkrétizálni kellett a más is nézek most, hogy úgy van az előfejlesztés egyes szempontjában, hogy mellékre szerint bővelhetési kellett próbáljuk teszünk 58 millió forintra szól, és 50 szerint a határozott javaslat 3-as pontjában. Tehát egy 8 millió forintnyi fedezett nélküli beruházást hogyan kezeljük? Kiveszünk most elemeket, vagy tegyünk bele egy olyan mondatot, fél mondatot, nem tudom, hogy jó, hogy 50 millió forintot biztosít, és az ügyvezető döntse el, hogy ezek közül fontosság is van lenne, melyeket valósítja meg. Javaslom, hogy az önkormányzat költségvetési tartaléka csökkenjen ezzel az összeggel. Az előbb beszéltem arról, hogy nem szükséges előtörleszteni. Egyrészt a hitelt, mert 2016-ig ez a tényleg nagyon kedvezményes kamatozási hitel. A másik, hogy az önkormányzat számára a szolgáltató minden évben a végződmény fejlesztési borzaírás, mint forrás rendelkezésre fog tudni bocsátani. A kollégám elmondta, hogy eddig is gyakorlatilag könyvelésnek ezek az összegek álltak rendelkezésre a társadalmára arra, hogy ezeknek a visszatérítésére felezetet hívjuk. Értem. Jó. Javaslom az ilyen. Javaslom azt, hogy az 58 és akkor 60, meg 52. Jól gondolom? Jól gondolom. Igen. Vilma? Hát most ezt illetően akkor küzdje az előterjesztésünket, ugye, mert már a bizottságok tárgyalták a harmadik negyedévi rendeletmódosítást, és ez már most a testületi ülésen, vagy a jövő héten, akkor ott módosítani kell, hogyha nem ezt fogadja el a bizottság, illetve nem ezt támogatja, akkor ott módosító javaslatként ezt kezelni kell. Amíg nincs elfogadva, igen, a Péter kérdezi, hogy lehet-e, amíg a testület nem döntött a rendeletmódosításról, amit nyilván előtte még lehet. Én nem tartanám ezt célszerűnek, mert igazából azt gondolom, hogy a KFT-nek nagyobb a mozgástere, mint az önkormányzatnak, és lehet, hogy ez nagyon kedvezményes kamatozású, de úgy gondolom, hogy mindenki előtt írtitok, hogy elég komoly összegű, kedvezményes kamatozású hitele van az önkormányzatnak, és még előttünk áll egy újabb, nagyobb összegű hitelfelvétel a B-ütem, az IT B-ütemének a kivitelezésére. Lehet, hogy ez most úgy tűnik a KFT vezetője részéről, hogy ez most csepp a tengerbe az önkormányzatnak, de ez nem így van, mert nagyon sok csepp jött már ide be a kis tengerbe, és ezt mind-mind kezelni kell, és én úgy gondolom, hogy ha 50 milliót meg tud oldani most ebből a bérleti díjból, biztos vagyok benne, hogy 8 millió forintot a egyéb árbevételéből ehhez még hozzá tudna tenni, de hát ez az én kis véleményem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nekem lenne egy olyan kompromisszumos javaslatom, hogy ugye ez majd testületülésre fog menni. Péter? Mondjál, bocsánat, én megragadnám, hogy lehet hivatkozni Tamásra. Na most, hogyha a társaság annyira biztos, mármint a leendő üzemeltető annyira biztos, hogy befolynak a közműfejlesztési hozzájárulások a jövő évre, ami a hiteltörlesztésre fordítható, akkor semmi akadálya nincsen annak, hogy abból a befolyt és nem hiteltörlesztésre fordítandó összegből itt azt a 8 millió forintos beruházás jövőre elvégezzen. Tehát nem hiszem, hogy a 8 millió forinton kellene most így ennyire meditálni, ugyanis Tamás azt mondja, hogy nagy valószínűséggel rendelkezésre fog állni az elkövetkezendő években is a közműfejlesztési hozzájárulás, és ezt egyébként én el tudom fogadni Szigetlen Miklós város tekintetében, mert bármilyen gazdasági recesszió is van azért Szigetlen Miklósra, hogy az élet nem fog megállni.
hát ez tényleg így van, de ez azt jelenti, hogy akkor nem az elkövetkezendő két hónapban valósul meg ez az 58 millió forintos tétel, hanem ebből megvalósul 50 millió forint is ebből a forrásból, és jövőre immár az új szolgáltató meg tudja csinálni vagyonkezelési szerződése tekintetében, vagy a keretén belül az itt elmaradó 8 millió forintos tétel. Én egyébként nem húznék ebből itt most ki, hanem azt mondanám, hogy a társaság ezt eltöntése a második. Én továbbá is olvastam a jelzetösszeg elfogadását. Az önkormányzatnál, mint céltartalékként rendelkezés áll 50 millió forintos forrás, ha az nem előtörlesztésre került felhasználásra, hanem kiegészítésre, az esetlegesen nem befolyó víziközműfejlesztési hozzájárulásokra, ami kell, hogy felezetet nyújtson hiteltörlesztésére 2016-ig, én azt gondolom, hogy ez felezetet fog, és biztonságot adni az önkormányzat számára. A másik, amit elmondtam, hogy ez a hitel egyszerűen nem cedálható át az önkormányzatra, mert a bankban ezt a tájékoztatást kaptuk. Tehát továbbra is a társaságnak kell majd ezt biztosítania. Tehát erre is majd egy másik módszert ki kell dolgozni, hiszen az önkormányzat már nem ezzel a szolgáltatás tekintetében, nem a Szigeti Vízművek keretében fog szolgáltatási viszonyban állni, a víziközműfejlesztési gazdálást az Ökovíz Kft. Fogja beszedni, amelyel köteles lesz évente elszámolni. Ez az éves elszámolás során befolyó összeg, ha nem elegendő a hitel törlesztéséhez, akkor ott van az 50 millió forint tartalék, amelyből bizonyosan kiegészíthető a hatal. Ezt felezetet tudjon. Oké. A következő átvitaló javaslatot tenném, hogy ugye ennek a, ez most hiába módosítjuk mi ezt a határozati javaslatot, ezt a képviselőtestet nem fogadja azon módon, ahogy mi majd tovább megyünk, akkor teljesen fölösleges itt variálunk. Én azt javaslom, hogy ezt a jelenleg előttünk lévő határozati javaslatot így most fogadjuk el, azzal, hogy itt a testületülésig van még egyeztetésre idő, és akkor én azt fogom kérni majd a polgármestert, hogy egyeztessetek, hogy mi legyen a további lépés, és akkor, hogyha ott ezzel ellentétes megállapodás születik, akkor ezt még a képviselőtestület úgy módosítja majd, jól mondom, hogy már tehát ott tudjuk úgy módosítani, hogy az általad kért plusz 8 millió forint, az még átkerüljön erre. És akkor ez így megnyugtató lesz, mert most itt nem érzek igazából megoldást, tehát kompromisszumos megoldást. Ezt el kell egyeztetni, hogy mindenki pontosan tudja, hogy miről szól a történet, és akkor ezt így meg tudjuk oldani. Én ezt gondolom, és ezt így meg is lehet oldani. Hát akkor, ha nincs egyéb vélemény, akkor tessék, mondjuk egy szület. Tehát akkor én úgy gondolom, hogy magát a tulajdonosi bizottsági határozatot egészítenék ki azzal, hogy a tulajdonosi bizottság javasolja a testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a testületi határozati javaslat három pontja szerinti fedezet, illetve a beruházási terv szerinti fedezett igény közötti különbséget a testületülési a hivatal és hivatalítási a szövegúr készítségezetési javaslat. Jó, akkor kérdezik, hogy elszavazunk. Köszönöm szépen, ezzel a nyílt ülés végeredtünk. Egyebek nincs. Nem lehetett senki egyebekre. Nem engedi, nem adom meg a szót. Köszönöm.